Jövő héten hozhatják nyilvánosságra az ellenzéki pártok, hogy mikor kezdődik az aláírásgyűjtés a Diákváros megépüléséről és az álláskeresési járadék időszakának meghosszabbításáról szóló népszavazási kérdésben. A kezdeményező Karácsony Gergely a népszavazáshoz még az idén szeretné összegyűjteni a 200 ezer aláírást. A Híradónk által megkérdezett választási szakértő szerint azonban ehhez minimum 1-2 hónapra van szükség. László Róbert úgy véli, leghamarabb jövő nyáron, kora tavasszal lehet a két kérdésben népszavazás. Népszavazási kezdeményezést szeretnénk elindítani. Ezt júliusban jelentette be Karácsony Gergely, miután egy akkor megjelenő kormányrendelet ismét lehetővé tette a népszavazás kezdeményezését. A főpolgármester akkor a Nemzeti Választási Bizottságnál 5 kérdésben indítványozott népszavazást. A kúria ebből szerdán 2 kérdést átengedett. Ahhoz viszont, hogy az országgyűlési választásokkal egy időben a magyarok a Diákváros megépüléséről és az álláskeresési járadék időszakának meghosszabbításáról dönthessenek, 200 ezer aláírásra lesz szükség. Nem lesz egyszerű, de szerintem megcsinálható. Nem világvége, hogyha a jövő év elején is ezt még kell csinálnunk, de én nagyon szeretném meg tudnánk csinálni most. Karácsony Gergely tisztában van azzal, hogyha össze is gyűjtik az aláírásokat, jogi akadályokba ütközhetnek. Én ismerem az összes jogi akadályt, amin el lehet buktatni ezt a dolgot, de hogyha a Fidesz mindent megtesz azért, hogy ezek a kérdések ne kerüljenek oda a szavazólapra, az is egy nagyon erős politikai érv ellenük. Az összegyűjtött aláírásokat a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, erre 60 napja van. Ezután következik egy 5 napos jogorvoslati határidő. Ha van valamilyen igény, azt a kúriának 5 nap alatt kell elbírálnia. Majd tájékoztatni kell az országgyűlés elnökét újabb 8 nap. Az elnök bejelenti a kezdeményezést az országgyűlés soron következő ülésén, és 30 napon belül elrendeli a népszavazást. Ennek 8 napon belül meg kell jelennie a közlönyben, újabb jogorvoslati határidő következik, 15-30 napon belül pedig alkotmánybírósághoz lehet fordulni. És csak ezután tűzheti ki a köztársasági elnök a népszavazást 70-90 napon belül. Ez összesen több, mint 230 nap. A Political Capital választási szakértője szerint, ha az érintett szervek mindegyike kihasználná valamennyi határidőt, a folyamat akár 2023. januárjáig is elhúzódhatna. Ez azért valószínű. De hát még kevésbé életszerű az, hogy 2022 áprilisáig ez az egész folyamat lefutna. Sokkal valószínűbb, hogy ez olyan nyár, kora, ősz környékén juthat el abba a stádiumba, hogy tényleg népszavazzunk. Szerettük volna megtudni, mikor kezdik el az ellenzéki pártok a közös aláírásgyűjtést. Közös bejelentést ígértek jövő héten. Híradónk meg nem erősített forrásból egyébként úgy tudja, már megvan a dátum.